Kiválasztani a megfelelő esküvői stílust néha nehezebb, mint gondolnád, de persze nem lehetetlen feladat. A legfontosabb, hogy a hozzád és persze a párodhoz legjobban passzolót találjátok meg, hiszen ez a ti nagy napotok. A lényeg, hogy ti jól érezzétek magatokat. Napjainkban már rengeteg lehetőség közül választhattok, így nyugodtan elengedheted a hagyományos vonalat, ha az nem jön be. A saját stílusod megtalálásakor légy bátor és kreatív. Nyugodtan engedd el a fantáziádat. Ma hoztam pár a hagyományostól eltérő példát. Tarts velem, talán pont köztük lesz az igazi. Szia! Üdvözöllek a mai videómban! Dosz.Moni vagyok, a megismételhetetlen pillanatok megörökítője. Tarts velem, és tudd meg, mennyi lehetőség vár rád a szervezés alatt. Legyen neked is álomesküvőd! Korábbi videómban már beszéltünk arról, hogy az első lépésként a helyszínt és a dátumot kell kiválasztanod. Most lépjünk tovább! Nézzük meg, milyen stílus illik legjobban hozzád. A stílus, amely megteremti az egységet, vagyis ugyanaz az elem visszaköszön a meghívóban, a dekorban, a virágcsokorban és esetleg a mennyasszonyi ruhádban. Természetesen a szemfülesek ezt már a helyszín megtalálása előtt kiválasztják, hiszen egy-egy igazán specifikus stílus a megfelelő helyszínt kívánja meg. Míg 20-30 évvel ezelőtt nem sok lehetőségük volt a fiataloknak, mint választani a helyi kis vendéglő és az otthon felállított sátras esküvő között, addig napjainkban rengeteg lehetőségetek van, hiszen nagyon sok pont esküvőre szakosodott helyszín jött létre, és azokon belül is nagyon sok mindent ki lehet hozni. De nézzünk ezekre egy példát. Az első témakörünk az elegáns vonal lesz. Ebből két példát hoztam nektek. Az első Noémi és Ronaldo esküvője, aki minden részletben a letisztult eleganciát követte. Így tett például a helyszín kiválasztásában, a dekoráció megálmodásában, sőt, még a mennyasszonyi ruha megtervezésében is. Itt kell, hogy megemlítsem Noémi ruháját, édesanyja készítette. De nézzétek meg, milyen gyönyörű volt! Nézzük a második példánkat a modern esküvőre. Jenny és Gábor tökéletesen ötvözte az elegánsat a természet közelivel. A maga a helyszín és a dekor tükrözte az eleganciát, viszont belecsempésztek egy kis lazaságot azzal, hogy a polgári szertartást egy nagy fa alatt, hatalmas náddal a háttérben tartották, a koszorús fiú pedig egyszerűen inget és hozentroglit viseltek. Következő két példánkban nézzük meg egy-egy pajtás esküvőt. Először Gabiét és Daniét, akik egy letisztult vintage stílust követtek. Esküvőjéket igazán különlegessé tette, hogy a polgári szertartásnál egy körszékes elrendezést választottak, így mindenki jól látta őket. És Bence egészen mást hoztak ki egy pajtából. Vendégeik színabálákon ültek, kedvenceik is részt vettek az esküvőn, a dekor pedig saját kezűleg készítették, amely tele volt dínókkal és Star Wars-os figurákkal. A
harmadik témakörünk a bohém erdei esküvő. Lenke és Zoli például egy erdőt választott, ami nem egy tipikus esküvői helyszín, ezért mindent maguknak kellett oda vinni. Viszont tökéletesen választottak, mert nagyon jól illett hozzájuk, nagyon felszabadultak voltak, nagyon jól érezték magukat, mind ők, mind pedig a vendégeik. De nézzétek meg, milyen jól sikerült! Utolsó példának Szilvi és Barna esküvőjét hoztam el számotokra, akik szintén egy erdőt választottak helyszínnek, viszont még jobban megteremtették a fesztivál hangulatot a rengeteg színnel és a sok-sok szalaggal. Nagyon-nagyon jól illett a személyiségükhöz, mind ők, mind pedig a vendégeik nagyon lazára vették a figurát, nagyon egyszerű öltözékben jelentek meg, viszont fantasztikusan érezte magát mindenki. Nézzétek meg ezt a videót is! Bemutatott példák közel sem takarják az összes lehetőséget. Bevallom neked őszintén, egy kicsit részehajló voltam, és a saját kedvenceimet hoztam el neked. Szerettem volna megmutatni ezeken a példákon keresztül, hogy mennyi lehetőség vár rád a tradicionális esküvők mellett. De kíváncsi vagyok a te véleményedre. Kérlek, kommentben írd meg, hogy te milyen stílusú esküvőt tervezel. Ha többet szeretnél megtudni a 2019-es év esküvői trendjeiről, akkor kattints a leírásban szereplő linkre, amely elvezet az erről szóló blogposztunkra. Emlékszel, a videó elején említettem, hogy 20-30 évvel ezelőtt a fiatalok nem választhattak csak a helyi kis vendéglő és az otthoni sátras esküvő között. Azért, mert valami régi, még nem biztos, hogy el kell vetni, ha esetleg tetszik neked. Mi például saját kertünkben egy sátras esküvőt tartottunk, picit újra gondoltuk. Mára ennyi. Remélem, sok hasznos információval segítettelek téged felkészülni az esküvőre. Ha tetszett a videó, akkor lájkolj és oszd meg barátaiddal. Ha eddig nem tetted meg, akkor feltétlen iratkozz fel csatornánkra, hiszen minden szerdán új videóval érkezek. Legyen álom esküvőt! Találkozunk a következő videóban!